Már csak pár pillanat is kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... A Pirkadat Extra mai vendége Hollik István, a KDNP országgyűlési képviselője, a kormány szóvivője. Szép jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Túl vagyunk a török elnök látogatásán, túl vagyunk a kormányülésen, a kormányinfon. Az egyik legfontosabb dolog, legalábbis az egyetemek szerint, hogy bejelentették a kormányinfon, kormányülés után, hogy mégsem kell a felvételihez nyelvvizsga. Hogy lehetett meggyőzni a kormányt annak az ellenkezőjéről, amiről már egyszer döntött? Úgyhogy mi hallgatunk az emberekre, és meghallgatjuk a szakmai véleményeket is. És ez esetben is ez volt. Jelezték több szervezet, aki egyébként korábban támogatta a kormány elképzelését. Ugye 2014-ben hozott a kormány egy döntést arról, hogy majd 2020-tól, tehát magyarul a jövőre kezdődő tanévtől. 2021-es tanévtől. Így van. Csak az kezdhessen felsőoktatási tanulmányokat, aki már rendelkezik nyelvvizsgával. Tehát kvázi 5-6 év volt a felkészülésre. De úgy látszik, hogy ez nem volt elegendő, és azt jelezték a szervezetek, többek között egyébként a hallgatói önkormányzat, az országos hallgatói önkormányzat, hogy több ezer olyan diák lenne, aki a nyelvvizsga hiánya miatt nem tudna felvételizni, pontosabban nem tudna elkezdeni a felsőoktatási tanulmányait. És bár a céllal mindenki egyetért, hogy egy idegen nyelvet a versenyképes tudáshoz ma már tudni kell, ettől függetlenül nem szerettünk volna megfosztani egyetlen egy diákot sem attól, hogy a egyetemi főiskolai tanulmányt meg tudja kezdeni, ezért ezt a döntést elhalasztottuk. Tehát ez nem jelenti azt, hogy be tudják fejezni felsőoktatási intézményekbe a tanulmányaikat, és diplomát tudnak ezt kapni? Természetesen nem, hiszen az meg egy korábban meghozott döntés volt, hogy a nyelvvizsgának a léte a szükséges a diplomához valóban. Tehát jelen pillanatban a diákok lobby erejét a kormány tudomásul vette? Itt nem csak a diákok, tehát többek között például a nyelvtanárok érdekvédelmi szervezete is azon az állásponton volt, hogy ezt most el kell halasztani egy döntést, de ugyanakkor az igazsághoz hozzátartozik az, hogy voltak olyan szervezetek, akik pedig keményebb álláspontot képviseltek, tehát nem csak azt mondták, hogy ezt fenn kell tartani, hanem ugye van olyan szakmai álláspont, amely szerint már az érettségikor meg kell lennie a nyelvvizsgának, csak akkor lehet valakinek érettségie, hogyha rendelkezik nyelvvizsgával. Tehát vannak ennél szigorúbb álláspontok is, mi ezeket mind meghallgattuk, és ebből azt találtuk a legjobbnak, a magyar kormány úgy döntött, hogy akkor ezt a kormány döntést ezt most amióta nem találkoztunk, azóta a kormány konstruktív megbeszéléseket folytatott az önkormányzati választásokon, ból győztesen kikerülő főpolgármesterrel. Ez egy udvariassági gesztus volt, ez egy nemzeti egységnek a kezdete, vagy egyszerűen az első találkozónak ilyen volt a hangulata? Nem, hát a kormány Orbán Viktor személyesen kötött egy megállapodást Tarlós István főpolgármester úrral, és ezt október 13-án a miniszterelnök nyilvánvalóvá tette, és egyértelművé tette, hogy ő továbbra is érvényben levőnek tartja ezt a megállapodást. És ennek a megállapodásnak része például a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, illetve annak a létrejötte, hogy a kormány és a főváros ezen intézményen belül tudjon megbeszélni mindent, de része volt az is, hogy minden Budapestet érintő kormányzati döntés esetében a kormányülésen a főpolgármester részt vett. Tehát ez korábban is így volt, tehát Tarlós István is mindig részt vett olyankor, amikor Budapestről szóló, budapesti fejlesztésekről szóló döntések vannak, úgyhogy nem történt más, csak ennek a megegyezésnek a tovább vitele, és valóban volt számos budapesti téma, és hát nem tudom, hogy mennyire volt ez konstruktív, annyiban bizonyosan, hogy most már tisztán látunk, 90%-ban
mert például az atlétikai centrum tekintetében mindig nem látunk tisztán, hiszen ott a főpolgármester úr időt kért. Tehát nem adott választ, hanem annyit mondott, hogy november 28-29-én lesz a következő fővárosi közgyűlés, hogy akkorra eldöntik, de most még nem mondta. Azt mondta, hogy ha most kell neki mondania valamit, akkor az, hogy nem. Tehát, hogy nemet mondanak erre a beruházásra is, de itt időt kért, amit egyébként a kormány tehát, hogy a tudomásul vett, és tiszteletben tartott ezt a kérést, és azt is tiszteletben tartja, bár sajnáljuk nagyon, hogy a Liget projekt még el nem kezdődött projekt elemeit, itt a Magyar Innovációházáról van szó, az Új Nemzeti Galériáról van szó, hogy ezeket a budapestiek, illetve Karácsony Gergely nem szeretni, hogy ezek nem fognak megépülni. Ezzel egyébként a nyugati világ legnagyobb kulturális projektjét törték derékba, de még egyszer mi azon az állásponton vagyunk, hogy a megválasztott főpolgármester, hogyha fejlesztéseket nem akar Budapesten, akkor azt a kormány az ő akarata ellenére nem fogja végrehajtani. Ugyanakkor én megpróbáltam, mert készültem a kormányinfóra, ahol a török elnök látogatása véget következtében mégsem tudtam megérkezni. Mennyivel jobb lett volna, hogyha a Gödöllői kastélyba tudják fogadni, ez mégis még elegánsabb. És akkor én is oda tudtam volna érkezni a kormányinfóra. De én időközben azt hallottam, hogy például 9 kerület polgármester és több polgármester, akinek a kerületében vannak rozsdaövezetek, nagyon boldogan befogadná ezeket az intézményeket. Ez alkutárgyát képezi? Tehát, hogy ugyanaz a zenei centrum, vagy bármi legyen, ami nem tud megépülni, a Ligetbe az megépüljön, a 9. kerület valamelyik rozsda területén, vagy bármelyik kerületben? A kormány nyitott minden javaslat megtárgyalására, egyelőre ilyen javaslat nem érkezett a kormányhoz. 9. kerület polgármestere határozottan állította, hogy ő boldogan átvállalja és jöjjenek. Azt én értem, hogy ő állítja, de még egyszer mondom, a javaslat a kormányhoz papíralapon, testületi döntéssel megerősítve egyelőre ilyen javaslat nem érkezett. Értem, de a kormány akkor ezt meg fogja fontolni, hogyha hivatalosan érkezik valami, tehát nem csak a sajton keresztül. Mint eddig is, a kormány minden javaslatot megfontolt természetesen. Egy pillanatra beszéljünk a Hungary Helps-ről. Ideig a Hungary Helps tulajdonképpen a közel-keleti keresztényeket támogatta. Jordániában sajnos nagyon kevés keresztény él, viszont menekültáborok vannak, és a gazdasági helyzet egyre nehezebb. Az információm szerint a Hungary Helps vezetésével megbízott államtitkár Jordániába utazott átadni a magyar kormány, illetve a hívők adományát. Konkrétan miről van szó? A részleteket ennél a konkrét ügynél nem ismerem, úgyhogy az Bejtisztán államtitkár urat kell megkérdezni, de az biztos, hogy a kormány abbéli elkötelezettsége nem változott meg, hogy mi segíteni szeretnénk az üldözött keresztény közösségeket, elsősorban a Közel-Keleten. És ennek érdekében nagyon számos projektet elindítottunk, és valamit be is fejeztünk. Van, ahol konkrétan mondjuk pénzadomány formájában tesszük ezt, de valahol, ahol arra van az igény a helyi keresztény közösségnek, ott iskolát építünk, mint ahogy például tettük ezt Erbilben, vagy éppen kórházépítést támogatunk. Tehát ezt a kormány nem hogy folytatni akarja, hanem megpróbálunk. Tehát a Közel-Keleten kórházat építünk, a fővárosban leállítjuk a kórházépítést, vagy el se kezdjük? Hát ugye a kormánynak itt van egy döntése a dél-pesti, dél-budai szuperkórház építéséről, amire most úgy látom, hogy az új ellenzéki vezetés nemet mond. Na de gondolom, hogy mielőtt erről döntöttek, illetve elkezdték tervezni, mindenféle tanulmányokat készítettek, és a tanulmányok szerint azt mondták, hogy erre szükség van akkor. Hát a kormány továbbra is úgy gondolja, hogy erre szükség van. Tehát egy ilyen szuper kórházra, ami ráadásul egy olyan beruházás lenne, ami Közép-Európában egyedüli. Azért mondok Közép-Európát, mert ugye Bécsben bő 10 éves építkezés után, vagy több mint 10 éves építkezés után most megépült egy ilyen nagyon modern, a 21. századi igényeknek és elvárásoknak megfelelő kórház. De ezen kívül, a bécsi példán kívül egyébként Közép-Kelet-Európában ilyen modern... Egész Európában ez a divat most. Egészségügyi intézmény
nem épült. Mi továbbra is azt gondoljuk a magyar kormány álláspontja, hogy erre szükség van, de egyelőre úgy látjuk, hogy a kerületi polgármester, ugye itt a fővárosnak nincsen tulajdonképpen hatásköre, sőt a kerületnek sincsen, hiszen a kerületnek járóbeteg szakellátásban van feladata és kötelezettsége, a fekvőbeteg ellátásban, tehát kórház üzemeltetésben ott sem a kerületnek, sem a fővárosnak nincsen hatásköre. Akkor miről beszélünk, Szövői úr? Milyen értelemben? Hát, hogyha a kerületnek és a fővárosnak nincs, akkor miért nem épül meg? Hát, az, akinek nincsen beleszólási joga, az mondhatja meg, mert hogyha jól értem, azért, mert a budapestiek egészségügyi ellátását fogja célozni. És hogyha a budapestiek által megválasztott vezetés ugyanakkor azt mondja, hogy egy ilyen kórházat nem szeretne, akkor azt azért érdemes a kormánynak megfontolás tárgyává tenni. Mi továbbra is, tehát a magyar kormány indokoltnak tartja ezt a beruházást, mi nem is mondanánk le róla, nyilvánvalóan a kerülettel azért még az egyeztetéseket le kell folytatni, tehát a kormány nem mondott le erről a fejlesztésről, és hát láttunk már olyat, hogy ellenzéki vezető mondott ezt a kampányban, aztán mást mondott, amikor miután megválasztották, tehát ez nem ritkaság. Hát eleve a kerületi polgármester egy szakember, úgyhogy nem feltételezem, hogy ő ellene lenne, de megkérdezzük, amikor jön a stúdiónkba, mert igenis betegellátásra szükség van, fekvőbetegellátásra. És a fekvőbetegellátás fejlesztésére szükség van, és ugye itt azért annyiban árnyalt a helyzet, hogy ez a kórház nem csak a budapestieket szolgálja ki, hanem az agglomerációt is, tehát olyan emberek egészségügyi ellátását, betegségének a gyógyítását is ellátja, akik nem Budapest, hanem Budapest területén kívül jönnek. Akkor maradjunk az egészségügynél. Hetekkel ezelőtt azt mondta, hogy jóval még az év vége előtt a kórházigazgatók le kell, hogy adjanak egy jelentést, amiből ki fog derülni, hogy jól gazdálkodtak-e az ország pénzével, és személyes hibát követtek-e, vagy rosszul van az egész megszervezve. Igen, tehát ez konkrétan azt jelenti, hogy a kormány elé fog kerülni az egészségügyi kormányzat előkészítésében egy olyan nagy egészségügy finanszírozásáról szóló előterjesztés, amely azt próbálja kiküszöbölni, hogy a jövőben a kórházaknál folyamatosan újra és újra termelődő adósságokat megszüntesse. Mert úgy látszik, hogy azért ennek lehetnek személyi következménye is, de azért az biztosan állított, hogy vannak strukturális okai, vannak olyan ellátásformák, amiket ami alul vannak finanszírozva. Alul van, ami meg túl van finanszírozva, tehát ezért sokszor egy kórház úgy ránézésre, tehát a portfólió alapján meg lehet mondani, hogy az veszteséget fog-e termelni, vagy nem. És hogyha ezeket tisztáztuk, és azt a pontrendszert, ami alapján ugye egy ellátás finanszírozását megállapítják, ezt a pontrendszer, tehát a finanszírozási rendszert átalakítja a kormány, utána természetesen meg kell nézni, hogy ha ez a strukturális ok, ez megszűnt, hogy azután egyébként a kórházigazgatóknak van-e felelőssége a mindig újra és újra kialakuló hiányok újratermelésében. Maradjunk az egészségügynél. A jövő hét folyamán tanácskozni fognak az egyházi kórházvezetők és az egyházi vezetők. Ez alkalommal a Sipucai Mazsi székházának a dísztermébe gyűlnek össze. A kormány hosszú távon elhatározta, hogy az egyházi egészségügyi ellátást, ami egy különleges ellátás, ott nem csak gyógyszerrel, hanem lélekkel is gyógyítanak, megfinanszírozza és keményen támogatja. Majdnem minden egyháznak kész is a kórháza. Jelen pillanatban túl vannak a pályáztatáson, és az utolsó kórháznak az átépítését, fejlesztését is megkezdik az amerikai úton, ami egy oktatókórháza válik, az amerikai Mazsi Hisznek a kórháza. Mennyit tud még a kormány beletenni ezekbe az intézményekbe, illetve minek utána az egyházak túlvállalták magukat a szociális és egyéb ellátásokon, tud-e a kormány még adni ezért nekik pénzt? Egy csomó közfeladatot átvállaltak. Így van, ami szerintem helyes, ugye az alaptörvény úgy szól, hogy az állam és az egyház külön válton működik egymástól. Franciaországban. Ott, ahol nem rabolták ki, ahol az állam nem rabolta ki az egyházakat, mint Magyarországon a szocializmus ideje alatt. Így van, de a második mondatrész a lényeges, hogy de társadalmi célok
érdekében együttműködik egymással, mint az állam és az egyház. És mi az alaptörvény talaján állva valóban a szociális és egészségügyi területen bekívánjuk vonni az egyházakat, éppen abból a szempontból, amit ön olyan plasztikusan és szépen megfogalmazott, hogy ott nem csak a testet gyógyítják, hanem a lelket is, és erre nagy szükség van, erre a szemléletre, az egyházi a szemléletre szükség van, mind a szociális, mind az egészségügyi területen. Tehát természetesen a kormány nyitva áll, és a költségvetés lehetőségeit szem előtt tartva, de természetesen támogatja az egyházakat abban, hogy azokat az intézményeket, amiket elvállaltak, hogy működtetni fogják, azt tudják is jól működtetni. És akkor maradjunk az egyházaknál. Készültem erre a beszélgetésre, több statisztikát megnéztem. Az egyházak által vezetett gimnáziumi oktatásból sokkal nagyobb számba mennek és tanulnak tovább, és jobb eredményeket érnek el, mint az állami oktatás intézményeiből. Próbálja-e az állam továbbra is kiemelten támogatni ezeket az intézményeket, hisz az eredmények önmagukért beszélnek, az épületek részben elavultak, tehát ott is folytatni kéne. Természetesen, tehát ahol van olyan szándéka az egyháznak, hogy iskolát vegyen át, ezt a kormányzat eddig is, és ezután is támogatni fogja. Értem. Akkor menjünk tovább, és egy pillanatra álljunk meg a NATO-nál. Hamarosan össze fog ülni a NATO. A török elnök itt volt nálunk, a miniszterelnök elég érthetően beszélt, viszont a török elnök nem mindenre válaszolt, és lehet, hogy baráti kapcsolatban vagyunk vele, lehet, hogy a házszámunkat nem lehet megváltoztatni, de én nekem olyan érzésem volt, hogy lehet, hogy azért vannak bizonyos kérdőjelek a két világnézet között. Jól láttam? Én azt gondolom, hogy Törökországnak és Magyarországnak a kapcsolat az most jó. Kölcsönös előnyök ebben az együttműködésben szerepelnek, tehát hogy szokták mondani, win-win szituáció mind Törökország, mind Magyarország számára. Gazdasági értelemben is mind a két ország számára hasznos és jó kapcsolatokat építünk. Ugye 2021-re valószínűleg a magyarországi energiaellátás függetlenségét és biztonságát szolgálva már az új gázvezetéken, ami Törökország felől képes gáz szállítani, azeri gáz szállítani, azon már jöhet gáz, ami, még egyszer mondom, az energia függetlenségünk és a biztonságunk szempontjából egy fontos dolog, hogy ne csak egy lábon álljunk, ne csak egy helyről szerezzük be a gázt, hanem akár több helyről is. És hát ami a kulcsfontosság, azért a migráció tekintetében egyetértés van. Okay. Törökország és Magyarország. Viszont ha minden igaz, akkor ugyan megkésve, bár törve nem, megalakul az Európai Parlament, a bizottság fölállt. A parlament már fölállt. Fölállt, meg lesznek a biztosok, és elkezdik a munkájukat, és a magyar biztosnak a tárcája pontosan a csatlakozás a legérdekesebb téma. Vajon van-e esélye Törökországnak, hogy mi harcoljunk azért, hogy ők is előbb vagy utóbb valamilyen formába, mert Törökország ezt nagyon régen szeretné, az Európai Unió biztos nekik ebben, is ígért. Biztos ebben? Ők, amikor Erdogan elnök lett és útba volt az elnökséghez, hatalmas reformokat, persze akkor még másképp látta a világot, tehát azonnal alkalmas lett volna egy csatlakozásra, időközben lehet, hogy más vizek folynak arrafelé. Van-e lehetőség arra, hogy mi támogassuk őket egy csatlakozásba? Én azt gondolom, hogy ennek ma nincsen realitása. Hát ha ma valaki... Azoknak az országoknak, akiket becsaptak, és azt mondták, hogy megkezdhetik a csatlakozást, és nem tudták megkezdeni? Itt én azt gondolom, hogy az Európai Unióval az elmúlt 5 évben főként, reméljük, hogy ez a jövőben meg fog változni, az őszinteség hiánya volt a legnagyobb problémája. Egyszerűen nem tették asztalra a problémákat, a csatlakozás kérdésében pedig hitegettek országokat úgy, hogy egyébként mindenki pontosan tudta, hogy az Európai Uniónak nincs szándéka a bővítésre. Ez igaz Törökország esetében, vagy Észak-Macedónia esetében, tehát számos olyan esetben, Grúzia esetében például. Tehát számos olyan esetről tudunk, amikor az Európai Unió egyszer ki kell mondani, hogy nem volt őszinte, becsapta ezeket az országokat. Ez szerintem nem fel. Várható-e akkor az elkövetkező hónapok folyamán,
hogy hatalmas csaták lesznek a francia elnök és Magyarország miniszterelnöke között, hisz nem ugyanazt gondoljuk a világról, mármint az Európai Unióhoz való csatlakozás, illetve felkészületek területén sem. Én azt gondolom, hogy induljunk ki a magyar érdekből, hiszen ugye azt rajtunk kívül senki más nem képvisel, éppen ezért nekünk azt kell képviselni, és mi az egész világot egy magyar nézőpontból látjuk, és ez így helyes, már sajnálatosan vannak olyan magyar pártok, akik nem ezt teszik, de az legyen az ő problémájuk. Magyarországnak az érdeke, hogy Balkánon a bővítés az minél szélesebb körül legyen, hiszen az a magyar érdeket is, biztonságot is szolgálja, meg egyébként a magyar gazdasági érdekeknek is megfelel. Tehát ezért mindenkül mindent meg kell tenni. És ezeket az erről szóló vitákat meg majd le kell folytatni az Európai Unióban, az Európai Tanácsban, ahol az állam és a kormányfők vannak. Én azt gondolom, hogy amit asztalra fog kerülni ott a magyar államfő, ahogy egyébként eddig is, őszintén el fogja mondani a magyar álláspontot. Én azt gondolom, hogy visszatérek a konkrét kérdésére, Törökország csatlakozása ma nem aktuális, ezt mindenki látja Európai Unión belül, és az Európai Unión kívül is. Szóval mégis hogy magyarázza meg, hogy az Európai Unióban a Fidesz-KDNP képviselői megszavazták, tehát Magyarország megszavazta a közel-keleti helyzetről az Európai Unió véleményét, és egyetértett mindennel. Itthon viszont, ha jól értem, akkor mi nem teljesen értünk egyet vele. De mi azzal értünk egyet, hogy Törökország biztonsági zónákat hozzon létre, és ha jól látom egyébként az Európai Unióban azért ezzel kapcsolatban van egyetértés, hogy biztonsági zónák legyenek, és azok a bevándorlók, akiket most Törökország föltartóztatott, ezekbe a biztonságos zónákba mehessenek, illetve nagyrészt azt lehessen mondani, hogy ha már biztonságos hely, akkor hazamehessenek, mert ez nagyrészt szír bevándorlók, akik nem tudnak most hazamenni. És ennek a feltételeit meg kell teremteni. Én azt gondolom, hogy ebben az Európai Unióban egyetértés van. Köszönöm, hogy rendelkezésünk rá, legközelebb itt folytatjuk. Persze a témát tovább folytatjuk majd következő vendégünkkel, aki nem más lesz, hanem hétfőn korán reggel Hidvégi Balázs, a Fidesz európai parlamenti képviselője. Továbbra is tartsanak velünk, jó tévézést, köszönöm, hogy rendelkezésre állt.